Az autópályákon és a főutakon történő utazások egyszerűsítése érdekében az új Renault Captur az adaptív sebességtartó automatikát biztosítja. Egy kamera és egy radar segítségével a gépkocsit a kiválasztott sebességen tarthatja. És az ön előtt lévő járműtől ideális követési távolságot tarthat. Ha a két jármű között csökken a távolság, az autó lassít, anélkül, hogy önnek fékeznie kellene. Amikor a követési távolság ismét megfelelővé válik, az autó automatikusan visszaáll az előre beállított sebességre. A funkció használatához aktiválja az adaptív sebességtartó automatikát a gomb megnyomásával. Nyomja meg ugyanezt a gombot az inaktiváláshoz. A vezetés segítő funkció aktiválása után a kijelző egységen ez a visszajelző lámpa jelenik meg. A funkció üzemképes programozza be a kívánt utazósebességet. Ehhez állandó sebességnél használja az alábbi gombokat. Az aktuális sebessége lesz az utazósebesség. A sebességet bármikor módosíthatja, a sebességet növelheti, ha megnyomja ezt a kapcsolót, és ezzel a kapcsolóval pedig csökkentheti azt. Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy egyszerre 10 km/h értékkel módosítsa. Ezután a gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a követési távolságot. A 4 viszintes követő sáv a kívánt távolságot jelzi. Egy sáv egy rövid távolság, ami kb. 1,2 másodperc követési időnek felel meg. 2 sáv közepes távolságokhoz, amik időben kb. 1,6 és 2 másodpercnek felelnek meg. Az utolsó sáv hosszú, ami időben kb. 2,4 másodpercnek felel meg. Ne feledje, hogy mindenképpen ki kell választania egy követési távolságot, és így használhatja az adaptív sebességtartó automatikát, mint egy hagyományos sebességtartó automatikát. Ha beprogramozta a kívánt követési távolságot, leveti a lábát a gázpedálról és a fékpedálról, és csak a forgalomra fókuszálhat. A gépkocsi vezetőnek mindig készen kell állni a menet közben előforduló váratlan eseményekre. Mindig őrizze meg az irányítást a gépkocsi felett, és lábfejeit tartsa közel a pedálokhoz, hogy vészhelyzetben beavatkozhasson. Ha a kamera és a radar érzékeli az előhaladó járművet, ez megjelenik a műszerfalon. Ezután megmarad a követési távolság, és a gépkocsi fékez, ha a távolság nem elegendő a tartó sebesség fenntartásához. Ha a biztonsági távolságot a rendszer már nem képes fenntartani, és ő lenyomja a gázpedált, a távolságot jelző sáv villogni kezd. Az utazás során bármikor felfüggesztheti az adaptív sebességtartó automatika használatát. Ez egyszerűen válaszza ezt a gombot. Az utazósebességet és a követési távolságot a rendszer eltárolja, és a műszerfalon levő kijelzője elhalványítva jelenik meg. A fékpedál megnyomásával is szüneteltetheti a rendszert. Az adaptív sebességtartó automatika újraindításához először győződjön meg arról, hogy az út és a közlekedési feltételek megfelelőek. Ezután nyomja meg ezt a gombot. A figyelmeztető fény megjelenésével együtt a rendszer ismét kijelzi a sebességet. Ha az előre beállított sebesség nagyobb, mint az aktuális sebesség, a jármű felgyorsul, hogy elérje az utazósebességet. Természetesen meghaladhatja a kiválasztott sebességet például előzéskor. Ez egyszerűen nyomja meg a gázpedált. A korlátozott sebesség ezután pirosan villog a műszerfalon. Ha vissza akar térni az utazósebességre, lassítson. Szükség esetén a rendszer fékezhet is a megadott sebesség visszanyerése érdekében. Ha az érzékelt jármű sárga színnel jelenik meg, a rendszer egyetlen hangjelzése jelzi, hogy legyen éber és vegye vissza az irányítást a jármű felett. Ha ez vizuális kijelzés folyamatos hangjelzéssel együtt jelenik meg, azonnal reagálnia kell a kockázat elkerülés érdekében, mert az adaptív sebességtartó automatika nem képes elég erőteljesen fékezni annak elkerülése érdekében. Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó automatika eltérően működik attól függően, hogy az új Renault Captur manuális vagy automatikus sebességváltóval rendelkezik. Kézi sebességváltó esetén a funkció aktiválva van 30 és 170 km/h között, és sebességváltáskor is tartja a sebességet. Automatikus sebességváltó esetén a Stop-Start funkció is rendelkezésre áll. Az adaptív sebességtartó automatika az aktiválás után 0 és 170 km/h között működik.
a Stop and Go és az adaptív sebességtartó automatika valódi vezetési segítséget nyújt a közlekedési torlódások esetén. Amikor az előhaladó jármű lassít és megáll, majd ismét elindul, az új Renault Captur ugyanúgy képes erre anélkül, hogy a pedálra kellene lépnie. Ha az ön előtt álló jármű 3 másodpercen belül újra elindul, az új Renault Captur is automatikusan újraindul. Ha az ön előtt álló jármű újraindulása 3 másodperc és 3 perc között történik, a gázpedál vagy ezen gomb egyszeri megnyomásával újra aktiválható az adaptív sebességtartó automatika és a Stop and Go rendszer. Fontos! 3 perc elteltével az adaptív sebességtartó automatika kikapcsol, és az elektronikus parkolófély bekapcsol, ezért újra kell indítani a funkciót. A kényelem érdekében a Stop and Go funkcióval kiegészített adaptív sebességtartó automatika tökéletesen kompatibilis a Stop and Start funkcióval és az elektronikus parkolófékkel. Végezetül vegye figyelembe, hogy az adaptív sebességtartó automatika autópályákon és a főutakon való vezetésre szolgál. Ez egy kiegészítő vezetési segédeszköz és nem helyettesíti az éberséget vezetőként. Általánosságban elmondható, hogy a sebességet mindig a forgalmi viszonyokhoz kell igazítani, függetlenül a rendszer jelzéseitől. A vezetési segédrendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében győződjön meg róla, hogy a szélvédőt, a kamerát és a radart karban tartja és tiszták. Előfordulhat, hogy a funkció átmenetileg nem működik, ha az útláthatósága gyenge vagy hajtókanyarok vannak. Fontos! Ha utánfutót vontat, ki kell kapcsolni az adaptív sebességtartó automatika funkciót. Végül vegye figyelembe, hogy a kamera és a radar csak olyan járműveket érzékel, amelyek ugyanabban az irányban haladnak, mint ön. Ezen kívül a funkció nem érzékeli az úton áthaladó állatokat és az útszélén lévő korlátokat és forgalmi lámpákat. Mindig maradjon éber vezetés közben. Most már ismeri az adaptív sebességtartó automatika technológiájának minden előnyét, amely az ön kényelmét és a vezetés nyugalmát szolgálja. Boldog vezetést az új Renault Captur gépkocsival!